Remekül kezdték a szezont a Fradi kajakozói. A szakosztály versenyzői közül a jó felkészülésnek és a kitartó munkának köszönhetően többen is rangos nemzetközi versenyekre kvalifikálták magukat. Lesz zöld-fehér kajakos az EIOF-on és a korosztályos Európa bajnokságokon is. Így kezdtük nagyjából két hónappal ezelőtti adásunkat még a nyár elején. Nos, a Fradi kajakozója remek szezon kezdetre még rápakoltak jó néhány lapáttal, így újra meglátogattuk őket, hisz van miről beszélni. Mi volt a legnagyobb siker ebben a szezonban? Azért volt jó pár, de mi az, amit te kiemelnél? Vagy ki az? Hát, hogyha ki kéne emelni, akkor kiemelnék egy fiút és egy lányt. A lány kajakosok közül Fekete Dorinát emelném ki, aki idén először jutott ki nemzetközi versenyre, kijutott a maraton Európa-bajnokságra és a világbajnokságra is, ahol az EB-n aranyérmet, a VB-n egy ezüstöt hozott, valamint a fiú kajakosoknál Keresztes Kristófot emelném ki, aki az ifjúsági olimpiai játékokat nyerte meg 200 méteren, és tényleg ez egy hatalmas siker volt neki is, és az egyesületnek is. Életed szezonját futod? Igen, úgy tűnik, igen. És ez számokban vagy versenyekben kifejezve mit jelent? Mit értél el eddig? Hát szinte minden hétvégén versenyeztünk most ebbe a szezonba. Elég jól sikerült, hál' Istennek. Ugye nemrég volt a világbajnokság kint Dél-Afrikában, és onnan már szinte mentem Csehországba az ORV-re, ami szintén jól sikerült, olimpiai számban tudtam dobogózni, és ez tavalyhoz képest azért sokat léptünk előre. Ez az első olyan szezonod, amikor nemzetközi versenyeken is indulhatsz. Meglepett téged, hogy itt is ilyen sikeres tudsz lenni? Igen, ez volt az első év, és meglepett egyébként, igen, mert nagyon örültem az összes eredményemnek. Már régebben is sikerült jól mennem, de igazából eddig nem sikerült nyernem a versenyeken, és akkor a rangsorló az egy pofon volt, arról már egyszer beszéltünk, és akkor utána sportpszichológushoz jártam, sportdietetikushoz jártam, és Dáviddal is nagyon sokat beszéltem, és akkor úgy sikerült a válogatóra úgy felkészülni, hogy azt meg tudjam nyerni 201-esbe. A válogató után pedig jött az EIOF győzelem és a remek szereplés az olimpiai reménységek versenyén, ahol Kristóf egy egyéni és egy csapat aranyérmet is szerzett. Rajta kívül pedig Fekete Dorina egy ezüst és egy bronzéremmel zárt, Rekop Gyöngyvirág párosban a negyedik helyen ért célba, míg a Gergő Bálint Csokor Edik Fradista duó 500 méteren egy ezüstöt lapátolt össze. Van, amit még mindig edzéseken tanultok egymásról, egymástól? Hát szerintem olyan már nincsen, mert már összeszoktunk tavaly is, meg idén nyáron is azért már meg volt tényleg az összhang, nem volt semmi olyasmi. A formával volt egy kis baj szerintem, tehát nem is baj, mert ugye az Európa-bajnokság után volt egy pihenőnk, és akkor két hét pihenő után jöttünk vissza edzeni, és nem volt olyan a formánk, mint az Európa-bajnokságon, de így is nagyon jól volt. Mik a célok majd? Hát felnőttbe szeretnénk odaérni. Kijutni nemzetközi versenyekre, Európa-bajnokság, világbajnokság, és majd még szó lehet még az olimpiáról is. Ha nemrég köszönthettünk téged itt a Fradi családban, milyen itt köztünk? Nagyon jó. Igazából a csapat miatt is jöttem át ide. Az osztálytársam a Gergő Bálint, aki szintén kint volt a versenyen, és vele sokat beszéltem, hogy jöjjek át én is, mert közelebb van az otthonomhoz, és így nem kell annyit utaznom, mint az előző egyesületemhez. Nem annyira szigorú, mint az előző csapatomban, ott nagyon minden be volt szabályozva, de nagyon tetszik, hogy ilyen lazán, de mégis keményen meg tudjuk csinálni. Nálad is, és az egész szakosztálynál talán érezhető a tavalyhoz képest, vagy az évekkel ezelőtti eredményekhez képesti előrelépés. Miben látod ennek a kulcsát? Mi lehet ennek a titka? Hát Dávid azért nagyon sokat foglalkozik velünk, így lelkileg is, meg úgy állítja össze az edzést, hogy mindenkinek megfelelő legyen, hogy nekem is maratonra, meg síkvízre, a többieknek 200-ra vagy 500-ra. Mindenkinek egyénileg sikerült ezt megoldania.
Amikor megalakultunk, akkor elkezdtem szépen felépíteni az edzéseket. Úgy jöttek ide a gyerekek, hogy valakinek már nagyon jó volt az állóképessége, valakinek még kevésbé. És úgyhogy szépen így építettük fel az edzést, erről egyre több munkát tudtunk rájuk rakni, és így most értek be azok a gyerekek, akiket elkezdtünk még a kezdetekbe foglalkoztatni, illetve jöttek nagyon jó átigazolások is, és így ez a kettő együttesen hozta ezt a sikert. Nagyon szeretnek téged ezek a srácok, mindannyian kiemeltek téged az interjúkban, ez hogy esik? Biztos be lettek fenyítve. Nem. Valószínűleg azért, mert még korban egy közelebb állok hozzájuk, ez lehet az egyik. A másik pedig az, hogy nagyon sokat beszélgetek velük, mert az egy dolog, hogy megcsináljuk a vízen az edzést, meg a szárazföldön is a kondit, a futást, az úszást, de nagyon sokat beszélünk a magánéletükről is, illetve a bármilyen kapcsolatokról, az iskolából, hogy mi történt, vagy éppen otthon a szülőkkel mi volt. És hogyha ezeket így rendbe tesszük a fejükbe, akkor sokkal jobban tudnak teljesíteni az edzésen is. Ismerjük most meg egy picit jobban ezeket a srácokat. Feltettünk nekik 5 nem feltétlenül szakmai kérdést. Íme. Rocky. Halálos Iramban 7. Mondj veregény. Transformers. Sorozatokat szoktam nézni inkább. Kedvenc sorozat? Így jártam anyátokkal, nagyon szeretem. A tükörbe feszítem. Felnézek az égre, amikor bálunk a rajgépbe. 1 órával hamarabb mindenki szoktam menni elvezni, hogy jobban belegyek melegítve. Nincsen. Nyújtok, futok, vagy ilyesmit csinálok. Bamoda, az nincs igazából. Ha megszakad, akkor... Olyan nincs, hogy ez megszakad. Ennek meg kell lennie. Olvasni szoktam általában, zenét hallgatni. Foci. Tévézni. Nagyon sokat pihenek, alszok és tévézek. Ez egy nagyon jó kérdés. Hesz Mihály. Példakép. Kozák Danuta. Kedvenc fradista sportolom a Gera Zoli, és a példaképem, aki nem fradista, de kajakozik, ő meg a Kovács Kati. Hát nekem ő sem példaképem, megmondom őszintén. Legnagyobb fradista Gera Zoli, de apukám focista, vagy focizott régen, és azért ő. Így az egész sportágból talán Kozák Danuta az, aki magyarok közül, szerintem kajakosok közül, ugye ő ért el azt, főleg nők közül. Biológia. Testnevelés. Azt nem éri mondani. Akkor pedig német. Töri. Tesi. Jó. És ha tesit nem éri mondani? Hát akkor töri. Tesi. Tudtam, hogy ezt fogja mondani ő is. Nem éri a tesit mondani. Tesin kívül. Akkor magyar. Ez egy ilyen aranygeneráció lesz? Mit várhatunk tőlük? Tehát, hogy kicsit gonosz kérdés, de azért mi a felnőtt világversenyekre vagyunk kíváncsiak. Mikor érhet oda majd egy fradista? Mondjuk beszélünk az olimpiáról, hát én még a 2020-as egy kicsit korainak tartom, de a 2024-es olimpiát azt már így becéloztuk, igaz, addig még nagyon sok víz le fog folyni a Dunán, de hogyha ők megmaradnak, akkor esélyesek lehetnek arra, hogy ők ott legyenek.